Szeptember 26-án a pénzügyőr csapata ellen kezdett el a 2020-21-es szezonta az NB1B zöld csoportjában szereplő LKE Eger KUK kosárlabda csapata az Eszterházi csarnokban. Ezután idegenben és hazai pályán is sorban kikapott az Eger még hétszer. December 6-án a 9. bajnoki mérkőzésen a Tisza újvárosi főnixet fogadták az egriek. A mérkőzést a fehérmezes hazaiak indították jól, hiszen az első három támadásból három talál megszereztek, így vezettek 6-0-ra. Csak ezután csatlakozott a vendégegyüttes a gólgyártáshoz, majd az első negyed utolsó percében vezetni is tudtak, végül 22-22-es döntetlennel zárták a játék részt. A nagyszünetben pedig 21-19-es kétpontos Főnix vezetéssel pihenhettek a csapatok. Fordulás után azonban magasabb fokozatra kapcsolt a házigazda együttes. Végül a Mikulás győzelmet hozott az Egernek, december 6-án az Esztenházi csarnokban, 87-75-re nyertek a Tiszaújvárosi Főnixekkel szemben. Természetesen nagyon örülünk, és azt gondolom teljesen megérdemeltük. A döntő szerintem az volt, hogy a harmadik negyed, élesen tudtunk kijönni, és és megfordítani az állást, és, és egy viszonylagos előnyt kiharcolni, amit, amit tudtunk az événi tovább. Bár a lejátszott mérkőzések száma nem egyezik mindegyik csapatnál, a vírus helyzetben elmaradt találkozók miatt, jelenleg egy győzelemmel és nyolc vereséggel, a 12. helyen áll így is az ek KOK. A szezon őszi fél évében még két mérkőzés vár az egri fiúkra. December 10-én csütörtökön a Debrecen U23-as csapatának vendégei lesznek, zárásként pedig december 19-én szombaton a Budapesti Smafc együttesét fogadják majd az Eszterházi csarnokban.